Amikért tetszett jönni? Akkor megérkezett ezek szerint a tanú. A pápa milyen, hogy mondjam, érdekes dolgokat mondott olyan értelemben, hogy ő semmihez semmi köze nincsen, senkit nem látott, semmit nem hallott. Az üzleti ügyeit nem ő intézte, hanem munkatársai, ezért nem is tudja, hogy mi zajlott. Ő azt mondja, hogy Portik Tamással, hát nem is tudom, hogy ki ezt megfogalmaz, olyan magánéleti kapcsolata volt, ami igazából csak társaságban zajlott, tehát hogy ő társággal járt el síelni, mert társággal mentek el shoppingolni, társaságban találkoztak vele, illetve hogy párszor járt fel az irodájában. És hát kikérte magán, hogy például én ilyeneket terjesztek róla, hogy, vagy Portik Tamás akár, hogy ők ennél szorosabb kapcsolatban voltak. Én felhívtam a figyelmét, hogy mindezt Kocsis Máté mondta a Portik Tamás előállításakor először, hogy ő Pápa Maria mellől vitte el Portik Tamást, és hogy vajon Kocsis Máténak mi lehetett az érdeke, hogy őket egyben mossa, erre már nem tudott válaszolni. A meghallgatott tanú az Portik Tamás állításait mindenben cáfolta, különösen az egyetlen lényeges momentum vonatkozásában, nevezetesen, hogy pénzt nem adott át Portik Tamásnak sem közvetve, sem közvetlenül. Mi azt gondoljuk, hogy ennek a tükrében Portik Tamás szavahihetősége végképp megdőlt. Mindezek okán az általunk kiemelt és az Alperes által állított valótlan tartalmú és sértő, egyben sértő kijelentések okán azt kérjük, hogy a tisztelt bíróság a kereseti kérelmünkben foglaltaknak megfelelően marasztalja az Alperest. Perköltségigényünk van, áfakörbe tartozunk, mérlegelünk körben kérjük meg állapítani. A maffia szerint működéssel kapcsolatban az Alperesi járásnak az az, hogy ez egy tényeken nyugvó vélemény, tényekből levont következtetés, és ezeknek a ténybeli alapját, annak a folyamat leírásával, amiről nyilatkozott az Alperest, aminek röviden az a lényege, hogy az önkormányzat által bérlőnek kiadott ingatlanok gyakorlatilag a bérlőváltás követően hát olyan kétszeres áron kelnek, mit ad Isten, a piacon el. Tehát ezt a működést az Alperest nyilatkozott, ezt a működést bemutattuk bizonyítékokkal, és ennek a ténybeli alapnak az értékelése ez, maffia szerint működés, maffia szerint kapcsolatban később tovább. És a Portik Tamás, aki ugye ebben a tanulmányi meghallgatást nyert, köreihez való kapcsolatot is igazolt. A bíróság is megemészti a mai napon elhangzott tanúvallomást. A bíróság a határozat kihirdetését elhalasztja, ennek határnapja utat 2017. január 24. napjának 15 óráját tűzi, melyre felperesi alperesi képviselőt szóban idézi részük járatlankosan megküldve a jegyzőkönyvet, azzal, hogy távolmaradásuk az ítélet kihirdetésének nem képezi akadályát.